Komoly lehetőség a középiskolások és egyetemisták számára a Paks 2 ZRT szeptemberben induló ösztöndíj programja. Célunk az, hogy az energetika és az atomenergia iránt érdeklődő fiatalokat minél előbb megszerezzük magunknak. Kicsit magabiztosnak tűnhet az a név, ami ugye elhangzik, az atomenergia biztos jövő, de azt gondolom minden hallgató és néző előtt ismert az a tény, hogy a Pakson létesülő új atomerőműblokkok várható üzemideje 60 év, és azt gondolom, ez kellő magabiztosságot ad ahhoz, hogy ezzel a szlogánnyal indítjuk az ösztöndíj programunkat. A program 3 egymásra épülő szakasz keretében akár a középiskolai évektől a mesterszakos diploma megszerzéséig célzott szakmai orientációt és versenyképes juttatási csomagot nyújt. Emellett álláslehetőséget kínál a felsőfokú tanulmányaikat befejező hallgatók számára. Az ösztöndíj programra 7 meghatározott egyetem hallgatói, valamint az energetikai szakgimnázium és kollégium diákjai jelentkezhetnek. Nagyon fontos, hogy társasággal ugye szerződést kötnek ezek a diákok, és nekik is vannak olyan kötelmek, amelyeket teljesíteniük kell a szerződés szerint. Ebbe beletartozik az, hogy az elvárt tanulmányi eredményt tartaniuk kell. Ezen túlmenően az energetikai szakgimnázium és kollégium diákjainak a továbbtanulást ugye vállalniuk kell. A BSC és MSC képzésben részvevőknél pedig a záró feltétel az, hogy a végén állásajánlatot tesz a Paks 2 Atomerőmű ZRT a diákok részére, amely, ha elfogadják és megfelel nekik, akkor utána örömmel várjuk kötelékünkbe, és reméljük, hogy minél több diák fog ehhez a csapathoz majd csatlakozni. Mitler István kommunikációs igazgató kiemelte, hogy a Paks 2 ZRT 5 S is, valamint összesen 10 alapképzésben vagy mesterképzésben résztvevő hallgató számára biztosít ösztöndíjat a következő tanévtől. Az S-isek esetében fél évente 75 ezer, a hallgatók esetében 300 ezer forint összegben. Elsősorban szeretnénk, hogyha itt helyi, regionális szinten jelentkeznének a fiatalok, látva a Paks 2 Akadémiának a sikerét, én úgy gondolom, hogy erre minden remény megvan. Mitler István hozzátette, az érdeklődők részletes tájékoztatást találnak a programról a társaság honlapján, a paks2.hu oldalon.